Egy hetes fotóstáborban bővíthették képalkotási tudásukat a társadalmi, ellenőrző, információs és településfejlesztési társulás településeinek fiataljai. A Teit, a Rosszatom és az Atomerőmű által szervezett tematikus táborban nem volt hiánya programokban. A tábor vezetője Vince Bálint volt, aki örömmel számolt be róla, hogy idén meglepték a gyermekek, hiszen már az első napokon tapasztaltak alapján látta, több az ismeretük, mint gondolta. A fő téma adott maga a Duna. És mivel ezt az egész tábort, illetve ezt az egész projektet alapvetően az erőművek környezetében lévő települések fiataljaiból válogatott fotósokkal, olyan célral tűztük ki, hogy a környezetüket bemutatandó, illetve kiegészítve az idejében a kultúrájukat és megismerni, illetve azt átadandó hát, képek készüljenek, ezért a fő cél, és itt ugye a teit volt a fő segítő ebben, a fő cél nem más, mint maga a Duna, ami a túl és az innen félt összekötés, a emblémában is a Duna, mint központi szereplő van, és a Duna a fő témája a tábornak. A gyerekek mind ugye innen jöttek, a kor 12-17 éves, és azon kívül, hogy maga a fotózás alapismeretei, a a szemléletmód is nagyon fontos a környezet iránt, tehát maga a környezettudatosság, a környezet megszeretése, de ez mellett ugye pont a kultúrából adondóan egymás értékeinek a bemutatása szintén hozzátartozik a mindennapjainkhoz, és napról napra ez bővül, mert nagyon gazdag minden települése. Tegnap például a túlfélen jártunk, és ott Dunapataj, illetve uh, Uszód, mind-mind az egy kulturális népművészeti, illetve helytörténeti ismeretekkel gazdagította a gyerekeket, hogy Szelidi Tó is többek között, ahol fotoztak a gyerekek, része volt valamikor a Dunának, hiszen egy morotva, egy volt dunai holtág. Ha már a Dunával ismerkedtek a gyermekek, természetes volt, hogy a tábor helyszíne is vízparti település legyen. A tei települések közül Gerjen adott otthont a fotósoknak. Ellátogattak többek között Dunapatajra, Uszódra és a Paksi Atomerőműbe is, ahol a gyermekeknek Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója tartott előadást a sikerről, teljesítményről, a motivációról, valamint kihangsúlyozta, mennyire fontos megismerni környezetünket, akár fotós szemmel is. A 12-17 éves fiatalok előadásokon is bővíthették ismereteiket, hiszen a tábor vezetőjén túl Retkes Tamás és Makovics Kornél fotósok is megosztották tapasztalataikat. Nagyon sok előadást tartottak nekünk, amiből tudtunk tanulni, hogy mit, hogy kell beállítani egy adott képnél, és sokan most telefonnal érkeztek, de vannak például, akik fényképezőgéppel jöttek. Én magam is már nem viszek túrákra, már olyan túrákra, amikor mondjuk elmentünk még régebben külföldre, vagy akár az országba, hatalmas nagy felszerelésem mentem, és gyakorlatilag nem láttam semmit, mert a táskába örökké ezt az objektívet, vagy azt az objektívet cserégettem, lemaradtam, áll alványról fotóztam egyéb, és végül is nem láttam semmit viszont a mobilnak megvan az az előnye, nem kell lemaradni, ott a telefon kat, 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 és a funkciója nem más, mint hogy emléket rögzítsen, olyan képet, mint turista magazinokban, mobillal úgyse csinál az ember, vegye meg azt a katalógust, vagy tegye a kedvencek közé a számítógépén azt az oldalt. A gyermekek a természettel testközelből ismerkedhettek meg, hiszen a Dunai ártérben igazi terepgyakorlattal kísért fotózásokon vettek részt, az elkészült munkákat a tábor alkalmával közösen kiértékelték, és élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva térhettek haza.